Próbálok összehasonlítani a két csapatot, tehát a múltkorit és a mostanit, és hát rájönök, hogy egyik jobb, mint a másik. Élvezik azt, hogy olyan dolgokat hallanak, amiket azelőtt nem mondott nekik senki. Tehát mindenki kell, hogy jön a olyan gyorsulat az alapító kifelé. A színpadon nem csak jó hangja, hanem remek kinézet is. Hát Iványi Kárnál Szilvi egy igazi színpadi jelenség, egy gyönyörű hölgy, és nagyon érdekes, csodálatos hanggal. Tényleg gyerekes örömmel vette az instrukciókat, mert rájött, hogy tényleg mennyire jó, tényleg így sokkal jobb, és én meg azt élvezem, hogy ő neki ezt az örömet okoz. A mai napon volt alkalma foglalkozni a Kisárpati Adél Bacsi Sándorral. Hajdú Mihar megyében nagyon népszerű például Kozsárpati. Itt mint egy kicsit megijedt volna a foglalkozástól, de hamar előre kapott meg egy-két tanácsot. Nyilván sok más hallgatóval kell énekelnünk, hogy segít előre hozni a hangot, és amikor erre ő rájegyzett abban a pillanatban, megszűnt az ilyettséget. Bacsi Sanyi régi motoros vadalénekes iskolából volt, éppen arra próbáltam őt is rávírni, hogy egy picit vezesse kifelé a hangot, mert olyan érzelmesen bent énekelt a fejében. Igaz, hogy fejben dőlnek el a dolgok, de a hang ne fejben szóljon, ez azért jön kifelé, mint egy gyors vonal alakú volt. Foglalkozom magánének tanítással, hogy mi minden kell ahhoz, hogy valaki jó magyar énekes legyen. Hát először is legyen intelligens. Legyen hangja, ritmusérzéke. Értse meg azt, hogy a magyar nóta nem utána, nem operett. Szív kell, hang kell, versmondó képesség, hiszen a magyar nótát megzenésített vers. A magyar nóta egy imádság. Nagyon kell tudni énekelni, tehát az énektechnikát nagyon meg kell tanulni. Fegyelmezetnek kell lenni. Hát a hangom mutogatására nem használhatom fel a magyar nótát, igenis, én közvetítő vagyok. És ha nem én szenvedek, nem marom meg magam a színpadon, hanem egyszerűen csak láttatom a történetet, akkor elhiszem, hogy a közönség látja ezt a filmet, amit én vetítek. Valóban a vetítő képesség a legjobb, legfontosabb tulajdonság a magyar nóta énekesnek. Tehát közvetítő vagyunk. Csáki Tibi tulajdonképpen kolléga, hiszen ő Lassó mellől származik Erdélyből. Nekem nagyon nagy segítség, mert ha én nekem például ki kell szaladnom, addig gyorsan megmutatja a többieknek azt a dallam töredéket. Tehát kvázi egy kicsit olyan tanár segédé mellettem. Lüktet és furzál el gyerünk. Az az egyet egy csikós, nem vitott a tisztát. De néz az iskolatásra. Szabó Eszter egy nagyon-nagyon kiváló képességű énekesnő. Arra kell nála vigyázni egyébként, hogy pontosan a rutin el ne vigye abba a könnyed irányba. Próbálgattam ezt a versenyt már, mint a Nóta TV, Nóta Sztár című versenyét összehasonlítani egyéb tehetségkutató versenyekkel. Magasan visszük a pálmát, mégpedig egy szempontból mindenképpen a szakmai eset szempontjából. Itt, akik fellépnek, itt egy bizonyos szinten mindenkinek el kellett érnie, prozódiailag, hangképzésileg, ugyanis mi tényleg a magyar dalkincsből merítünk, tehát nem lehet elbújni idegen nyelv mögé. Ez a verseny tényleg egy olyan majdhogyan bukásra ítélt műfajt teremt, vagyis támaszt fel félhalottájából vagy tetszhalálából, amely nagyon kevés segítséget kapott az elmúlt időszakban. Nagyon sokan szerették volna ezt a föld alá tenni, és hogy most ez a verseny ad meg egy lökést, talán még egy pár évet kitedett nyert erre a műfajt, a magyar volt a műfajnak. Karcagi János, Mészáros Jánoshoz hasonlóan az egyik nagy ígéretünk, hiszen adta tehetség gyönyörű tenorral. Lugosi Kati egy tüneményes, csinos hölgy, egy híres zenész dinasztiából származik. Hát ez meg is mutatkozik rajta, mert csodálatos hangja van, nagyon-nagyon muzikális. A cikatornyos szánkot választotta, amin aztán rendesen elbolyoltunk, eldolgozgattunk, és ennyire szerb az előadás mondja. Amüli Szilvia Vác szülötte és Vác büszkesége lesz remélem a Nóta Sztár eredményeként.
gyönyörű szép hanggal rendelkezik, és nagyon-nagyon igényes, énekes, még hatalmasokat nyit, még mondtam, hogy egy picit a lábből kicsit lejjebb kéne venni. Régebbi versenyeken is voltak, indultak roma származású művészek, lásd Horváth Pista. Hát remélem, hogy a felvidéken már is népszerű Rigó Mónika ennek a versenynek a segítségével legalább ilyen népszerűséget tesz, hogy szerintem mindenkiben benne van a Nóta Sztár. Reméljük, hogy ezen a versenyen meg is születik a Rigó Nóta Sztár. Én nekem meg az a dolog, hogy továbbra egy gyártam a konkurenciám magamnak, de jó szívvel teszem. Lehomár.